Munkagépekkel hordják a bálákat erre a területre a Sloboda farmon, ahol ma hajnalban riasztották a tűzoltókat, mivel füstöt észleltek a szalmabálák felől. Sajnos, hogy ez bekövetkezett ma hajnalban, ahogy Tamásék észrevették olyan 4-5 óra felé, amikor kezdték a munkát a telepen, már akkor már égett. És hála Istennek az ibrányi tűzoltók tényleg korán kiérkeztek legelsők között, aztán pedig Nyíregyőn 3 másik tűzoltó autó érkezett még, és most zajlik az oltás, illetve a szomszédos bálakupacok elhordása, hogy nehogy átterjedjen a tűz, de a falura ez természetesen nem jelent veszélyt, tehát nincs semmi probléma a lakosság felé. Az ibrányi és nyíregyházi hivatásos tűzoltók azzal kezdték a mentést, hogy elválasztották a kazal lángra kapott részét a még nem égő résztől, majd munkagépekkel elszállították a közelből. A tűzoltók megérkeztek, és akkor ők irányítják a folyamatot. Igazából, ami már teljesen ég, azzal kezdeni nagyon nem tudnak semmit, annyi, hogy ellenőrzött körülmények között leégetik, a szomszédos kazlakat esetleg locsolják, ha szükség van rá, és mi pedig hordjuk el a bálákat, amik még nem gyulladtak meg és használhatóak. Hozzátette, az események hátterében a június végi esőzések állnak, akkor ugyanis megáztak a bálák, amelyeket később már hiába takartak le. A meleg hatására öngyulladási folyamatok indultak be. A bekövetkezett kár jelentős. Egy olyan 400 bála fog tulajdonképpen megsemmisülni, hogyha nem terjed át a tűz többre. Ez körülbelül egy olyan 8000 forint, egy szénabála ára olyan 3.200.000 forint az anyagi kár. De többi bálát reméljük, hogy sikerül megmenteni. Egyelőre nem tudni, meddig tart, amíg az utolsó bála is hamuvá ég, mindez akár egy napig is eltarthat.